Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit. Még szokás szerint várunk egy percet, hogy tényleg mindenki ide érjen, aki szeretne az elejétől kezdve itt lenni. Addig mutatom, jó? Öt fogjuk elkészíteni. Na most nem tudom, hogy mennyire látjátok. Igyekszem úgy intézni itt a fényeket, hogy igazából ő itt nagyon-nagyon csillog, tehát a nap, és a fának a törzse. Lehet látni? Átmegy a kamerán. Látjátok? Na, tehát itt lesz egy kis csalafintaság az üvegfestésben. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog nektek tetszeni, jó? Na, tehát úgy látom, hogy most már így vagyunk egy párom. Akkor szerintem én elkezdeném az elejéről. Tehát akkor sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Öt fogjuk elkészíteni. Amit így a leges legelején szeretnék egy pár szót szólni, ugyanis egy kicsit érdekesen fogjuk megoldani ezt a mai napot. Szerettük volna egy picit interaktívvá tenni ezt a történetet, ezért én a Cippe Judit kolléganőmmel, akit szerintem nagyon sokan ismertek, ugye ő is a Pentárton nagyon sok élő videót készít, rengeteg gyönyörű, szép dekorációt, dísztárgyakat szokott nektek hozni. Én őt megkértem arra, hogy most legyen velünk és segítsen nekem egy picit. Ugyanis a Pentárt oldalán folytattam egy kérdést, hogy ugyanebbe a színkompozícióba készítsük el a festményt, vagy esetleg a fa része legyen egy ilyen vörösesebb árnyalat, ősziesebb, a teteje kék, és ugye az alsó részen ezeket a kis dombocskákat hozzuk el mondjuk zöld színnel. Mivel a technika ugyanaz, üvegfestést készítünk, ezért esetleg, hogyha egy más színt szeretnétek, tehát ebbe a színbe, akkor amikor elkészül, akkor ugye mind a két színben meg tudjátok tekinteni, tehát én ezért gondoltam erre. Ezért az lenne a kérdésem, vagy kérésem, hogy írjon mindenki, aki itt van, egy színt zöld, vagy vöröses árnyalat, jó? És mire kész van a kontúrozás, addigra a Cippe Judit össze fogja nekünk számolni, és akkor én azt szerint fogok festeni, ahogy ti kéritek. Jó? Tehát ezt az aprócska kis játékot szeretném belevinni, és hát ugye természetesen ezt az érdekességet, hogy az hogy készül az a nagyon csillogó napocskot a közepén, azt meg ugye mindjárt megmutatom, illetve hát így a folyamat alatt. Na, tehát akkor én most lefordítalak benneteket. Első körben én 30x40-es üvegekre szoktam dolgozni. A kontúr mintát azt, ha még nem osztottam meg, akkor fel fogom tenni. Tehát, hogy azt el tudjátok készíteni. Én sima, normál csatos üvegre dolgozom, és most kizárólag fekete kontúrt fogok használni, jó? Ha közben van valamilyen kérdés, akkor nyugodtan kérdezzetek, mert azt ugye a végén este meg fogom válaszolni, jó? Hát akkor kezdjük. Lefordítom így a kamerát, hogy így lássátok. Figyeljetek, itt nekem van egy plusz lámpa, amin azt lekapcsolom, hogy az pluszban ne világítson az üvegbe. Remélem így teljesen jól látható. Tehát nem sötét az alja? Hogy jó? Most itt próbálom egy picit bemérni, de hát igazából semmi nagy változás nincs a történetben. Na, tehát azért nagyon örülök ennek a kis interaktív történetnek, mert mi Judittal szinte napi kapcsolatban vagyunk, vagy reggel, vagy este, de megbeszéljük a dolgainkat. És hát azt, hogy ugye minket 900 kilométer választ el egymástól, mert azt tudjátok, hogy én Németországban élek, tehát én innen készítem a bejelentkezéseket. Na, tehát akkor levesszük az üveg, vagy bocsánat, a kontúrról a kis csőrikét, és ugye a kontúrt mindig kinyomogatom előtte egy picit egy lapom. Nagyon sok olyan dolgot fogok valószínűleg mondani, amit akik már régebb óta nézik a videóimat, már hallottak.
Az ő számukra ismétlés a tudás anyukája, tehát én is sokszor ismétlek dolgokat, információ szerintem mindig hasznos, aki meg új, annak meg ugye nagyon fontos lehet. Tehát az üveglapot én áttöröltem, a kontúrozás mindig belülről kezdjük, azért, hogy a kezünkkel ne mossuk el, ne töröljük el. Én egy sima, egyszerű, ilyen hungarocell lapon dolgozom, azért, hogy tudjam forgatni a munkát. Jó? Tehát szépen elkezdem kontúrozni. Én most lógatásos technikát fogok alkalmazni, tehát ami annyit jelent, hogy a kontúrt el fogom emelni az üveglaptól. Sokkal, de sokkal könnyebb ezzel a technikával nagyobb kontúrvonalakat festeni, illetve olyan kontúrvonalakat, amik csigásak. Most jön a napocska, tehát az íveket, vagy esetleg hosszú, nagyon hosszú egyenes vonalakat sokkal könnyebb. Kisebb vonalakat egyszerűbb húzni, akkor, hogyha az üvegen húzzuk a kontúrt. Ne haragudjatok, ezt is többször el fogom mondani az újonnan érkezők miatt, hogy kérem szépen mindenki, aki itt van, küldjön egy szót, hogy milyen színűre fessük a képet. Vörösre, vöröses árnyalatú legyen a falombja, vagy zöld. Hoppá, amikor egy picit megcsavarodik a kontúr, akkor ne ijedjünk meg, jó? Picit letöröljük az üveglapon, és már is folytathatjuk. Jó, itt teljesen kihúzom az üveglapig. És most tényleg egy nagyon érdekes dolgot fogunk csinálni, hogyha kész van a kontúrozás, ami egy nagyon-nagyon és borzasztóan látványos dolog. Tehát szerintem nagyon fogjátok szeretni. Ez itt a napocskának az alja. Jó, még mindig lógatom a kontúrt. Na nézzétek, csak itt például van egy nagyon pici vonal, látjátok? Na itt ugye érdemes magán az üvegen húzni. Itt a fának ugye az ága. Na most én itt behúztam egy vonalat, ezt nem feltétlenül muszáj követni. Én általában úgy szoktam föltenni a mintát, legalábbis mostanában már úgy próbálom meg, hogy magát a kontúr mintát teszem fel, tehát nem az eredeti rajzot. Mert ezt a rajzot én rajzoltam, és ugye van úgy, hogy az ember a rajzban még úgy hibázik, vagy egy-két dolog nem úgy sikerül, azt ugye a kontúrozás folyamán ki lehet javítani. Látjátok, milyen egyszerű egy ilyen lapon forgatni? Most itt megint emelni fogom a kontúrt, jó? Ha megszakad a kontúr, ne ijedjetek meg, haladjatok tovább, jó? És azt utána, ezt a pici szakadást lehet pótolni. Amikor pótolunk, akkor kicsit elfordítjuk, lefele fordítjuk a kontúrt, jó? Na nézzük, itt a fának ugye az ág része. Én most őt ide behúzom, hogy ugye megcsináljam a belső részeket, nehogy eltapicskoljam itt a kezemmel. Itt a fának az erezett részét úgy, ahogy szeretnétek, tehát nem kötelező az én kis rajzomat követni. Van, aki jobban szereti, hogyha függőleges az erezet, akkor viszont érdemes az erezetet ugye a festés után ráhúzni. Várjatok egy pillanatra, most így fölpillantottam a kamerára, és ezt nem olyan jól látni. Ha véletlenül rontás történik a kontúrnál, akkor egyszerűen csak egy fülpucoló segítségével így kitörlöm, jó? Na, nézzük akkor a kontúrvonalat, vagy a csigavonalat. Középről indulok, jó? Emelem a kontúrt. Nekem a könyökön van jelenleg letámasztva, és most én itt elhúzom mellette, jó? Én azért szeretem még nagyon azt, amikor emeljük a kontúrt, mert a kontúr olyan nagyon szépen fog szétterülni, hogy meg fogja akadályozni azt, hogy a festékek egyik cellából a másikba átfoljanak. Jó? Ne haragudjatok, hogy olyan sokat dumálok, csak tényleg szeretném, hogyha így mindent pontosan tudnátok. Szerintem egyébként ez egy nagyon látványos kép, főleg, hogyha tényleg így a színösszeállítást
jól használjuk. Úgy, hoppá, itt van még egy kis ág. Itt még lomb, puk. Amikor valaki megnéz egy képet, akkor azt a képet nem úgy fogja megnézni, hogy azzal van elfoglalva, hogy én mit hibáztam. Tehát, ha valami nem úgy sül el, ahogy szeretnétek, kérlek szépen, ne stresszeljetek ezen. Tehát ez ne legyen probléma. Egy képnél mindig azt nézi bárki, te is, én is, mindenki, hogy milyen az összhang. Tehát, hogyha az az összhang megfelelő és szép, akkor az, hogy most itt a kontúrt 2 centivel arrébb húztuk, vagy 3 centivel, ez senkit nem fog zavarni. Ez az egyik. A másik, hogy az eredeti képet, bármit festünk, senki nem látta valószínűleg, csak mi. Tehát emiatt se. Illetve még egy pont amellett, hogy tök jó dolog másképp festeni, ez a festői szabadság. Ez férjen bele. Úgy. Látjátok, itt ugye húzogatom a kis köröket, meg csigákat. Néha, hogy felpillantok a kis kamerára, hogy lássam, hogy mi történik. Zsupsz, egyébként majd, ha kikontúroztam, akkor még úgyis egy pár szót fogok mondani, így ecsetekről, meg kontúrokról. Pak, én most ezt csak így ide behúzom. Ami nagyon fontos, és figyeljetek oda, légy szíves, az illeszkedésekre, jó? Hogy ezek a kontúrvonalak megfelelően illeszkedjenek, jó? Hoppá! Marci, megkérhetnélek, hogy vedd fel, ami leesett? Bocsánat, csak itt van a fiam, és pont leejtettem egy üveget, és így megkérem, hogy kapja föl nekem az üveget. Úgyné. Itt azért itt húztam először, mert sokkal könnyebb úgy csatlakoztatni a kontúrt, hogy egyes pöttyöket kell csatlakoztatnom, mint majd a különálló pöttyökhöz a teljes kontúrvonalat. Jó? Úgyné. Na. Ha kérdés van, nyugodtan tegyétek fel. Ha esetleg valaki nemrég érkezett, és nézi a hozzászólásokat, hogy mi ez a sok zöld, meg piros, meg vörös, akkor az volt a kérdés, hogy milyen színűre fessük a falombját, olyanra, mint az eredeti kép, vagy használjunk egy másik színű árnyalatot, mert így akkor mind a kettőt esetleg meg tudjátok nézni. Sop. Na, itt most ugye egy nagyon-nagyon picit kimaradt, semmi gond, oda teszek egy pöttyöt, hogy ugye teljesen egymáshoz érjenek a kontúrvonalak. Na, szerintem készen vagyunk, aláírni majd ráérünk később aláírni. Na, és akkor most jön egy aprócska kis trükk, aminél nagyon-nagyon fontos, hogy ezt tényleg próbáljátok meg nagyon precízen csinálni, jó? Tehát vegyünk elő 4, 5, 6 darab kupakot. Ha lehet, a kupakok mérete egyforma legyen, jó? Ezekre a kupakokra fogjuk feltenni a képet, viszont fejjel lefelé. Tehát megfordítom a teljes képet. Nagyon-nagyon vigyázzunk rá, hogy ne masszatoljuk el a kezünkkel, és kupakot kizárólag oda tegyünk, ahova a kép, tehát ahol nincs kontúr. Jó?
Tehát látjátok itt a felső részek, és itt az alsó részek. Oké? Okay? Ha bizonytalanok vagyunk a stabilitásában, akkor ilyenkor még betolhatunk egy-két kupakot, jó? Na most, amiért ezt a történetet elkövettem, az az, hogy itt meg fogom festeni a napot. Jó? Tehát ezt a naprészt. Ezt én most így gyönyörű szépen megfestem. Az üveg hátulján, igen, ellenben úgy, hogy figyelni fogom a kontúrvonalat. Ez lesz a csalafintaság az egész történetben. Amivel dolgozni fogok, az egy nagyon kicsi vörösbor, a piros, a narancssárga és a sárga. Jó? Tudjátok, ide van készítve a kis papírka, amin törölgetem az ecsetet. Látja mindenki? Ahogy kényelmes, ahogy szeretnétek. Tehát én vörösborral kezdek alulról most. Az a lényeg, hogy tessék kikerülni a fának a törzs részét, az ág részét, valamint itt a lombrészt. Ami nagyon fontos, egy nagyon picit, itt menjünk rá a kontúrra. Itt látni fogjuk, hogy mennyire tudunk rámenni, tessék rámenni a kontúrra. A színkeverésnél általában azt szoktam mondani, hogy két szín közé használjunk színtelent. Ez ugye abban az esetben igaz, hogyha árnyalatot szeretnénk készíteni, valami világosabbat, valami halványabbat, esetlegesen egy álomszép, ilyen tényleg nagyon szép színátmenetet. Én a napnál ezt nem szeretném most elkövetni, én azt szeretném, hogy az én kis napocskám itt tényleg ilyen vöröses, narancsos színekben pompázzon, és ezért nem fogom kivilágosítani a színeket, jó? Hanem egyszerűen hagyom, látjátok, itt egy ilyen sötétebb, ott meg egy ilyen világosabb. Itt természetesen ezt így összehúzkodhatom egy kicsit, tehát az a semmi probléma nincs, de most elhagyom azt a fajta keverést, hogy ugye a kettő közé beteszek egy színtelent. Juppi, itt ugye még egy nagyon pici vörösbor, szintén, mert hát ugye ő is a napocska része. Itt egy kis piros még jöhet. Jó, egy nagyon picit menjünk rá a kontúrra. Jó? Ugye vigyázzunk, úgy tartsuk a kezünket, óvatosan az üvegen, hogy még véletlenül se roppanjunk bele. Ugye ezek a mai üvegek, amit a képkeretekbe lehet kapni, nem minden esetben ilyen 3 mm-esek, inkább a 2 mm körül vannak. Ugye ez okoz egyfajta nehézséget, mert nagyon gyorsan pattannak, ugye nagyon gyorsan törnek. Itt rátehetjük az üveget az üveglapra, tehát, vagy a, bocsánat, a festéket az üveglapra. Jó? Na, ide én fölülre már narancssárgával jövök, és utána természetesen majd sárgával. Én itt most nem használom a gyömbért. Mégpedig azért nem, mert a sima sárga az egy sokkal világosabb, üdítőbb, intenzívebb szín, míg a gyömbér egy kicsit visszafogottabb, és a gyömbért szívesebben fogom használni majd a fa törzsénél, ahol a barnát szeretném egy kicsit megbolondítani. Jó? Illetve azt szoktam használni így a piros mellé, hogyha őszi színeket festek. Tehát oda szerintem a gyömbér jobban illik, mint a sárga. Lehet látni, hogy én itt mit mókolok? Úgy. Tehát a hátlapján festünk, jó? Tehát az üveg hátlapján dolgozunk. Aki esetleg most érkezett meg, az legyen kedves megírni, hogy milyen színűre fessem a lombot. Zöld vagy vöröses? Jó? Na, itt nagyon szépen így összedolgozzuk. És amit még most el fogok követni, az az, hogy a fának a törzs részére oda is bele fogok tenni egy kis barnát,
Nem a teljes törzsrészt fogom lefesteni, és egyébként tényleg pár perc múlva kiderül, hogy miért nem. És gyömbérrel fogom keverni, ahogy az előbb mondtam, jó? Tehát barna és gyömbér. Itt ugye felboncoltuk egy kicsit a törzsrészt, tehát ahogy jól esik, az a lényeg, hogy itt is maradjunk kontúron belül, jó? Közben, ha halljátok ezt a recsegést, akkor a kisfiam itthon van, és így néha becsekkol és megnézi, hogy mit csinálok. Nem sokára 7 éves lesz, és hát most már elkezdtük tanulni az üvegfestést, de még csak kontúron belül. Nagyon szépeket szokott készíteni. Tehát én szoktam neki előkontúrozni, és ő meg festi, hogyha van otthon már ilyen első iskolás gyerkőc, akkor vele nyugodtan ki lehet most már próbálni az alkoholbázisút is, tehát semmi bajuk nem lesz tőle, itt egyetlen egy probléma merülhet fel, hogy ugye magára borítja a festéket a gyerkőc, de általában erre már ilyen korban oda tudnak figyelni. Amit még én a Marcinál szoktam, hogy én plexilapra dolgozom vele. Tehát például most már egyes áruházakban kizárólag plexi van a festékben. Itt esetleg még egy-egy ágat nyugodtan, majd ki fog derülni, hogy miért, tényleg pár perc múlva, és akkor tudunk róla beszélgetni is egy kicsit. Itt is gyömbér és barna, jó? És még mindig a hátoldalán mókolunk. Jó, tehát a hátoldalt festjük, és még mindig alkoholbázisúval. Na, hát talán még én ide teszek egy kicsit, jó? Na most tudjátok, az üvegfestésnek egyetlen egy drámája van, hogy vannak olyan pillanatok, amikor sajnos nem tudunk tovább lépni, és félre kell tenni a képet, egy kicsit száradni. Tehát ezt a képet is félre fogjuk tenni, egy kicsit száradni. Tehát kénytelen leszek. Viszont természetesen én előre dolgoztam, mert hát ugye ez egy élő videó, tehát én kikontúroztam és elkészítettem még egyszer ezt a történetet. Egy nagyon picit máshogy fog kinézni mindez, ezért elnézést kérek. De hát sajnos az üvegfestéknél nem tudom máshogy megoldani. Jó? Na, tehát akkor úgy néz ki, hogy ezzel rendben is vagyunk. Én letörlöm az ecsetet. Az ecset kimosását nem nagyon szoktuk beszélni, de akkor most beszéljük azt is, hát jó? Egy picit. Tehát én úgy szoktam kimosni az ecsetet, hogy egyszerűen simán belenyúlok a szolventbe, és itt letörlöm. Jó? Tehát ilyen körkörös mozdulatokat, tehát nem lögyböljük ki az ecsetet belül, jó? Mert annak igazából semmi értelme nincsen. Tehát ennyi volt az ecset tisztítás. Na most, ami történik, hogy ezt a munkánkat így, ahogy van, félretesszük, jó? Egy napos száradási ideje van. Én már itt ide készítettem, bocsánat, ide oldalra magamnak mindent. Tehát én már oldalra oda készítettem magamnak mindent. Én most ez alól a, és itt az új lap, amit én tegnap festettem. Tehát elkészítettem mindent, hogy ti lássátok. Tehát ennek ugye teljesen sík a területe, ez a kontúros felület, és ugye megfordítom. Tehát ismételten fejjel lefelé, tehát úgy helyezem le az üveglapot, hogy a kontúros rész, a domború kontúr van alul. Ez a rész, ez az a rész, ahol az üvegfestett felület van, és amit félre raktunk száradni. Amit csinálni fogunk, hogy fogunk egy hobbi ragasztót, és le fogjuk kenni azokat a részeket, amiket megfestettünk. Kétféleképpen tudjuk lekenni. Az egyik az az, hogy ecsettel lekenjük. Ez egy öntapadós hobbi ragasztó. Én megmutatom a tetejét, jó? Tehát róla van szó. Tehát ez az egyik verzió. És a másik verzió az az, hogy szivacsal megszivacsoljuk, jó?
Tehát ez a két verzió van. Mindenki választ volt a kérdésre, mert nem sokára festjük a másik oldalt, jó? Szóval itt nagyon szépen, nagyon figyeljünk arra oda, hogy itt is pontosan, nagyon-nagyon pontosan kövessük a festéknek a vonalát. Tehát ahova festék került, oda kerüljön ragasztó is, jó? Ahova nem került festék, oda ne tegyünk ragasztót. Itt fogunk majd várni egy nagyon kicsit, amíg ez a ragasztó megszárad. Megpróbálom nagyon vékonyan kenni. Ennek ellenére meg kell várnunk a száradását. Jó? Tehát öntapadós hobbi ragasztó, amivel most dolgozom. És erről még egy pár perc múlva fogok beszélni, hogy miért. Egy pillanat, és lefestjük, ugye, a fának azt a részét is, amit megfestettünk. Én itt most pont fordítva festettem, ugye, amit elkezdtem veletek, ott ez a kis csiga van így festve. Na és mindjárt jön a csalafintaság. Hozzáteszem, én nagyon-nagyon szeretem ezt a technikát így alkalmazni. Nagyon-nagyon látványos dolgokat lehet vele csinálni. Tényleg egy kis türelemmel, hogy így az ember megvárja, hogy megszárad. Tényleg élőben zseniális. Tehát sajnos egyszerűen a fényképek nem adják vissza ezt a színvilágot. Na. És akkor most van az, hogy egy nagyon picit megvárjuk, míg megszárad, jó? Onnan fogjátok meglátni a száradását, hogy a fehér részek teljesen eltűnnek, tehát teljesen színtelen lesz az egész. Nagyon fontos, hogy pontosan legyen elkészítve, ugyanis ezt nem lehet utána javítani, jó? Tehát az a kérésem, hogy tényleg nagyon-nagyon pontosan. Na, és akkor közben... Elmondom, hogy mi az, ami történni fog. Tehát konkrétan, nem tudom, hogy mennyire látjátok, ugyanezt fogjuk elkészíteni. Ez egy előző képem. Annyit fogunk csinálni, hogy ahogy megszáradt az öntapadós ragasztó, sima, egyszerű füstfóliával fogjuk beborítani ezeket a területeket. Gondolom, a füstfóliát ismeritek. Én most úgy tudom megmutatni, hogy ugye ezt megfordítom, illetve nekem, hát sajnos úgy van már elhelyezve itthon, hogy ilyen dobozokba, vagy dobozba van. Tehát ő a füstfólia. Különböző színekben lehet kapni, ez egy borzalmasan vékony fólia, tehát arany, bronz és ezüst, illetve lehet kapni... dobozban is, ezt meg fogom majd mutatni, csak az a helyzet, hogy ez az, ami az előbb leesett az asztalomról, és a kisfiam nem találta meg szerintem a fóliát azóta, tehát majd azt be fogom nektek fotózni, amikor összeszedtem a földről. Várjatok, itt alul van a bronz. Marci, leesett ide az asztalom elé, az a füstfóliás doboz, amit kérdeztél, hogy mi van benne. Megtennéd, hogy megkeresed? Füstfólia. Jó? Illetve a füstfóliának a használatáról. A Pentartnak a YouTube oldalán van egy nagyon-nagyon jó videó. Jó? Tehát azt mindenféleképpen nézzétek meg. Nem tudom, remélem, hogy látszik a kamerán ez a két kép. Ezen a képen ilyen erezeteket láttok a napban. Ez igazából azért van, mert ecsettel lett ráhúzva az öntapadós ragasztó. Ezen a képen, ezen nem láttok erezetet, ezen a képen szivacsolva lett. Oda legurult valahova szívem az a műanyag, de akkor hagyjad, majd megkeresem, nyugi. Tehát... Itt ilyen pöttyös, látszik a kamerába?
itt meg ilyen erezetes. Ugye a mi munkánk az erezetes lesz. Jó? Tehát ez az, amit most így beletettünk ebbe a képbe. Nagyon szép. Tehát amikor rásüt a nap, vagy ahogy a fény, a lámpafénye megcsillan, egyszerűen, csajok, fantasztikus. Én itt megpróbáltam nektek azt megmutatni, hogy mi a különbség az arany és az ezüst között. Én ugye itt a sárga felületre tettem az ezüstöt, és a vörösborra az aranyat. Az a helyzet, hogy ugye a sárga üvegfesték teljesen eltolja az ezüstnek a színét, tehát igazából teljesen mindegy, hogy melyiket használjátok, jó? Illetve most még azért beszélek ennyit, mert meg kell, hogy száradjon, ami itt van. És akkor tudom megmutatni. Amit szeretnék nektek megmutatni, mert ez folyamatosan téma nálunk üvegfestőknél, a kontúrszíneket. Jó? Én egyszer így felrajzoltam a kontúrszíneket. Köszönöm! Közben megtalálta a kisfiam a dobozt, tehát mindjárt megmutatom. Tehát én felrajzoltam a Pentartnak a kontúrszíneit, ezt is feltettem már a Pentart oldalára, tehát ott meg fogjátok találni. Ugyanis, hogyha egy képet készítünk, akkor általában több kontúrral is tudunk dolgozni. Tehát a felsőt, hogyha mondjuk sárgával szeretnénk elkészíteni, akkor esetleg egy arany vagy egy csillogó arany kontúrt alkalmazhatunk. A fánál esetleg alkalmazhatjuk akár a mogyorót, akár a réz vagy a bronz színeket. Tehát nem feltétlenül muszáj nekünk mindent feketére kontúroznunk. Ugyanis millió álomszép színe van a Pentartnak, tehát bátran alkalmazzátok. Jó? Ezeket a színeket. Tehát a kontúrok, tehát erről szerettem volna nektek még beszélni, illetve az ecsetekről, amíg szárad ez a történet. Tehát én általában így veszem az ecseteket. Jó? Tehát ilyen hatos kiszerelésbe. A nullás ecsetek, azok látjátok, ilyen nagyon-nagyon hegyesek. Tehát nagyon szép, nagyon-nagyon hegyes ecsetek. Látjátok, hogy hol látjátok jól? Nagyon vékonyak. Tehát ezzel általában igen kicsi részeket érdemes kontúrozni. Na most pont múltkor volt egy kérdés, hogy Orsi, nem lenne érdemesebb a szélesebb részeket nagyobb ecsettel? De igen, csak én elfelejtek ecsetet váltani. Tehát van egy olyan ecsetkészlet is, ahol ugye többféle méret van, tehát ezt szoktam még alkalmazni, tehát nyugodtan így készletbe vegyétek. Hát most nem tudom azt mondani, hogy az ecsetek gyorsan használódnak, mert hogy én igazából napi 8 órából 10-et festek, tehát így a munkaidőmnek nagyon nagy részét festem, jó? Na, ja, ezt szeretném akkor megmutatni, ez is még füstfólia, jó? Tehát őt is nyugodtan alkalmazhatjuk, végül is megtalálta Törpi. Jó, tehát mondom, különböző színekben van olyan, ami vegyített szín. Na, tehát akkor most ugrik a majom a vízbe. Na most, én imádom a füstfóliát, de utána porszívóznotok kell. Viszont olyan lakásban nem porszívózunk, ahol üvegfestettünk. Tehát, dilema előtt állunk. Egyszerűen semmi más nem csinálunk. A füstfóliát így nagyon-nagyon finoman rá fogjuk ide helyezni. Tehát igazából bele simogatjuk, bele ragasztjuk az öntapadós fóliába. Ja, tehát ami még nagyon-nagyon fontos. A fóliának van egy saját ragasztója. Egyszerűen annyi történt, hogy én elhasználtam. És hát kénytelen voltam megvitatni Judit kolléganőmmel, hogy merre tovább. És hát igazából kipróbáltam hozzá az öntapadós hobbiragasztót, és hát ezen is, tehát tényleg csak azt tudom mondani, hogy pontosan ezért imádom a Pentartnak a termékeit, mert egyszerűen annyira profik, tehát azáltal, hogy tényleg széles körű a használatuk, sikerül mindig megoldanom azt, amire szükségem van,
És ez tényleg, tehát a termék minősége szerintem verhetetlen, de hogyha esetleg ezt a technikát alkalmazzátok, akkor bátran vegyetek fóliaragasztót, tehát füstfóliaragasztó létezik ilyen, jó? Na most látjátok, hogy én itt nagyon óvatosan ragaszgatom bele a fóliadarabokat. Lesznek olyan helyek, ahol ugye kicsit ott marad a fólia, ezen nem kell megijedni, egyszerűen, simán, vagy egy durvább szőrű ecsettel, vagy így fülpucolóval. Hogyha nem tudjátok így lefújni az üvegről, akkor ugye ezeket a széleket, ezeket itt szépen, szépen leszedjük. Tehát ezek nem fognak ott maradni. Na most jogos a kérdés, hogy miért nem úgy csináljuk ezt a technikát, vagy jogos lehet a kérdés. Az a helyzet, hogy nem látom, hogy miket kérdeztek, vagy hogy kérdeztek-e, de azért elmondom, mert bennem is felmerült, hogy miért nem úgy csinálom, hogy megfestem az egész képet, majd megfordítom az üveglapot, és akkor így marha jól érzem magam, mert akkor ugye nem az üvegfestékbe ragad bele, hanem csak ahol akarom, utólag lefestem. Próbáljátok ki. Nem ilyen szép. Tehát nem ugyanaz lesz a hatás, mint hogyha közvetlenül az üvegfestékbe van beleragasztva. És tényleg nem. Tehát egy teljesen más hatást fogunk vele elérni. Az is alkalmazható természetesen, tehát senkivel nem szeretnék ezen vitatkozni, azt is teljesen nyugodtan, de sokkal-sokkal szebb, hogyha így van elkészítve. Jó? Tehát érdemes előbb üvegfestékkel lefesteni. Jó? De mondom, a füstfóliának a pontos használata egyébként fenn van a Pentartnak a YouTube csatornán. Egy picit, hogyha rámentek ott a videókra, ott egy picit lefele kell görgetni, és akkor fogjátok meglátni, mert nem egy, tehát nem ebben az évben lett fölvéve, tehát ez már egy régebbi terméke a Pentartnak, de hát ugye jó elővenni régi dolgokat, és újra-újra használni, mert gyönyörűek. Tehát majd mindjárt meglátjátok, még a napocskát gyorsan megcsinálom. Ezzel egy pici idő elmegy, ne haragudjatok, de tényleg akkor lesz így nagyon szép és tökéletes, hogyha így rendben megvan csinálva, szépen türelmesen, jó? Tudom, ez egy kis türelemjáték, ígérem utána sicsúgy pikpak, gyorsan fogok festeni, jó? És ahogy beleragaszgattam itt a fóliákat, azonnal meg fogom kérdezni majd a Juditot. Csak Juci, még várj egy picit, kérlek, még a fóliákkal hogy végezzek, hogy mi lett a végeredménye a történetnek, és mit fogunk festeni. Jaj, ez így egyébként számomra is sokkal izgalmasabb. Hogyha ez így tetszik nektek, akkor legközelebb is így fogjuk csinálni. Hoppa, jaj, elfújtam a füstfóliát. Tehát akkor legközelebb is így oldjuk meg. Na, tehát itt leszedegettem még gyorsan, amik itt vannak, már nincs olyan sok. Kisfiamtól hallható a zenei aláfestésünk. Egyébként most először nézi végig így élőbe ő is a videót, hogy így itt van velem. De általában ilyenkor a barátnőm kisfiával szokott játszani. Na, itt ugye óvatosan, mert itt azért vannak olyan részek, amit egyáltalán nem kell befóliáznunk. Úgyni. Sogy. És van olyan rész, ahol vissza kell. Ne haragudjatok, hogy ezzel ennyit pepecselek. Tudom, hogy ezzel elmegy egy kis idő, de higgyétek el, gyönyörű lesz. Tehát tényleg, mindjárt megfordítom, és akkor úgy fogjátok látni a fóliát, hogy ugye nem lesz benne semmilyen festés még, tehát tényleg csak a fóliát fogjátok látni, a mellette lévő dolgokat nem. Ha van valami kérdés közben, egyébként kérdezzetek, tegyétek fel bátran. Tehát ez is ugye, akinek van otthon füstfóliája, lehet, hogy most már csak üvegfestéket kell hozzávenni. Hát ez a fordított dolog. Na, ide is még egy pici. Leszedegettem, és csajok, szerintem mindjárt kész is vagyunk. Na,
Juppi! Na! Szerintem így elég jó. Hogyha rajta maradt még itt nekem most egy pár szem, akkor nézzétek el nekem. Csak ugye szeretném, hogyha elkészülnénk ezzel a képpel. Na és ugye most van az, hogy ide nézzetek. Hát nem tudom, mit láttok belőle. Hát nagyon remélem, hogy látjátok. Én itt megpróbálom össze-vissza forgatni. Küldjetek légy szíves valami visszajelzést, hogy így látjátok-e, hogy mit csináltunk a füstfóliával. Hogy tetszik-e, nem tetszik-e. De vadító a színe, tényleg. Tehát élőbe zseniális. Na, és akkor most egy másodpercre föl fogom emelni a kamerát. Elrakom a füstfóliát. Lefújogatom az ablak, vagy az asztalról, mert hogy nehogy belemenjen az üvegfestékbe. Akkor fölemelem a kamerát egy picit, sziasztok! Akkor most szeretném megkérdezni a Cippel Juditot, hogy milyen színűre festünk. Hogyha esetleg megírnád Judit, azt nagyon megköszönném. Most én így látom, hogy ti mit írtok, hogy csodaszép, nagyon köszönöm, hogy esetleg Judit vörös nagyon, ilyen üzenet jött most nekem. 21-19 arányban az jött. Judit, melyik a 21? Csak azt az egy szót írna, nem látom az egész telefonomon, csak azt, hogy 21-19 arányban, pont. Kérlek, egy szót írjál, hogy mi jött, nagyon izgulok. Nem tudom, hogy tudom ezt itt megnézni, és igazából nem merek hozzányúlni a telefonomhoz, mert ilyen technika csoda vagyok. De hát akkor zöld. Oké. Hát akkor zöld újra. Oké. Hát a falangja zöld. Jó. Azt engedjétek meg, hogy akkor tényleg zöldre festem, és a felső része legyen kék. Na, belementek. Na, nem, nyert a vörös. Na most akkor melyik? Vörös. Oké, vörös. Akkor vörös? Jó. Akkor úgy láttam, hogy vörös. Most itt nézem, ezzelrel nézem, hogy így mit írtok. Na, hát akkor... Nem. A vörös? Vörös a nyerő. Jó, ez így most. Na várjatok, megpróbálom megnézni, hogy itt mit írta Judit. Jó, azt írta a Judit, hogy vörös a nyerő. Tehát a vörös nyert. Jó. Na, akkor kezdjük. Jó? Figyeljetek, higgyétek el. Tehát a zöld már készen van. Szerintem. Tehát a zöld készen van. Itt viszont például, ami nagyon jó, hogy tudunk azzal játszani, hogy ugye megmaradjon a napnak a lényegisége, hogy ott egy nap van, és ne olvadjon össze a fával, függetlenül attól, hogy itt most ugye rátettünk egy füstfóliát. Úristen, de csillog, de imádom. Hát én ezt nagyon szerettem. Na, tehát akkor... Legyen a vörös. Jó. Tehát amit bekészítek, a ginger, gyömbér, bekészítem a sárgát, a narancssárgát, a pirosat, a vöröset, és most viszont be fogom készíteni a színtelent, jó? Főleg, hogyha megtalálom a színtelenemet, nem, akkor előveszünk egy új színtelent. Nem veszünk elő új színtelent. Meg kell keresnem a sajátomat. Egy másodpercet hagyj kérjek. Egy másodperc, és valahol van egy színtelenem. Az a helyzet, hogy én állandóan összekeverem a festékeket. Meg vagyunk. Jó. Tehát kibontogatom a festékeket, mindegyik festéket kibontom. Azt tudjátok ugye, hogy az alkoholbázisú festékek nem száradnak be olyan gyorsan, tehát bátran, nyugodtan kibonthatjátok, jó? És akkor megvan a színtelenem is. Jó. Na most, ugye ahhoz, hogy itt ezeknél a vöröses részeknél ugye egy picit el tudjunk különülni, érdemes egy kicsit világosabban festeni, jó?
úgy fogom csinálni, hogy az egyik oldalt világosabban, tehát elkezdem egy gingerrel. És most jön az, amit ugye az előbb beszéltünk, hogy amikor két szint szeretnék összekeverni, akkor árnyalok. Tehát közé helyezem a szintelent. És erre a színre, a szintelen mellé fogok ráhelyezni egy narancssárgát. Látjátok? Tehát mellé helyezem, nem helyezem a két szint, tehát a gyömbért és a narancssárgát nem helyezem egymás mellé közvetlenül, hagyok egy sávot, és ebben a sávban dolgozom. Tehát ide fogom bedolgozni a festéket. Tehát keverési folyamat ezen a fehér területen belül fog zajlani, jó? Tehát, hogyha egy kicsit át fog menni ide-oda a festék, tehát mondjuk a narancssárga kicsit belefut a gyömbérbe, az nem jelent problémát. Jó? De most akkor ezt fogom így alkalmazni. Jó? Kérdezzetek nyugodtan, kérdezzetek bátran. Szerintem most így elég jó helyen áll a kép. Tehát most jól lehet látni. Látjátok, narancssárga, színtelen, és nálam jön a piros. De folyamatosan, folyamatosan. Ha vásároltok, ez nagyon sokszor szó van erről, hogy milyen festéket vegyek. Ami engem illet, tehát ez tényleg, ahogy én festek, én nagyon-nagyon szeretem a transzparenségét, tehát az átlátszóságát meghagyni az üvegfestéknek, ezért nálam egy üvegszínhez egy üvegszintelen fogy. De tényleg. Tehát a szintelen az a szín, amiből sosem elég. Tehát azzal tudsz keverni, azzal tudsz világosítani, azzal tudsz igazából egy csomó olyan dolgot megcsinálni, amit ha fehérrel csinálsz, akkor a szín elveszti az átlátszóságát, az áttetszőségét, jó? Tudjátok, hogyha így lecsöpög jobbra-balra, akkor itt semmi probléma, letöröljük. Na. Idején bele fogok tenni egy kis vörösbort ide az aljába. Gyakorlatilag ugyanezekkel a színkombinációkkal fogok végighaladni. Lehet, hogy majd itt az aljánál sokkal több vörösbort fogok alkalmazni, csak itt annyira szerettem volna kihagyni ezt a napocskás részt. Ja, a szokásos, igen. Tehát, én általában újjal festek, tehát akik még így nem ismernek, és esetleg először nézik a videót, tehát amivel dolgozunk, az a Pentáknak az alkoholbázis üvegfestéke, és igen, nyugodtan bele lehet újjal is nyúlni, nagyon jó kis keveréseket, és nagyon gyors kis keveréseket lehet vele végezni, tehát nem probléma. Utólag is beletehetünk ilyen cseppeket. Na most, aki esetleg még tényleg újonnan van itt, van egy üvegfestőiskola Facebook csoport, ahol szeretettel várom én is az érdeklődőket, illetve szerintem a csoporttagok is. Nagyon-nagyon sok érdekességet és nagyon jó ötleteket tudhatsz meg az üvegfestésről. Én konkrétan kizárólag Pentár termékekkel dolgozom, mégpedig azért, mert egyszer meg vagyok bolondulva ezért a festékért. Hát, ez így lehet, hogy tényleg nagyon furcsa hangzik így elsőre, de nagyon sok üvegfestékkel dolgoztam, ehhez tudni kell, viszont a Pentárnak a festékei hozták számomra azt az élményt, amit más nem tudott. A Pentár festékei egyáltalán nem buborékosodnak. Tehát ami az egyik nagyon fontos dolog, hogyha pici apró buborékok keletkeznek a festékbe, akkor ezeket folyamatosan ki kell nyomkodni. Na most ennek az ideje alatt, míg az ember a buborékokat nyomkodja, tökéletesen megszárad a festék többi része, ahonnan nem lehet már kinyomkodni a buborékokat, vagy nem lehet keveréseket alkalmazni. Tehát ez az egyik ok, amiért tényleg imádom. A festék híg.
sokkal higabb, mint a többi üvegfesték. Ez azért nagyon jó, mert zseniálisan lehet keverni. Az alkoholbázis miatt a festék egyáltalán nem szárad be gyorsan. Tehát nekem van olyan festékem, amit mondjuk tényleg még így tesztelési szakaszba készítettünk 5-6 évvel ezelőtt, az ég egy adta világon semmi baja, havonta egyszer kinyitom egy 10 percre, mintha festenék vele, semmi baja. Tehát ez is egy pentelt festék melletti kis szösszenet. Akkor minden szín megtalálható belőle, és hát tegyük a szívünkre a kezünket, azért azok a csillámosok a pentáltból, azok azért szerintem nagyon bitang jó színek. Na nézzétek meg, most itt a vörös-piros festéket alkalmaztam, tehát hogy besötétítettem egy kicsit az egészet, és amit most csinálni fogok, sárgát egyszerűen csak rá fogok csöpögtetni. Ettől nem nagyon fog megváltozni a szín, viszont egy ilyen nagyon érdekes hatása lesz ennek az egésznek, ahogy így belecsöpögtetem a pöttyöket, és a pöttyök így szépen el fognak terülgetni, és itt egy picit adok nekik ecsettel egy kis segítséget. Tehát ettől nem olyan lesz, mintha ilyen teljesen színtelen lenne a dolog, hanem egy ilyen nagyon jó pofa kis színárnyalatot lehet kialakítani. De az aljába még tettem egy kis vörösbort. Most azért így festek, mert szeretnék veletek a színekkel játszani, jó? Tehát, hogy tudjátok a színeket alkalmazni. Na, tehát a pentárt festékeiről beszéltem, az alkoholbázisúról. Nincs az a szín, amit ne lehetne belőle kikeverni. És tényleg, tehát szerintem egyszerűen fantasztikus színárnyalatokat lehet vele csinálni. Tényleg a teljesen intenzív, majdhogy nem már neonba átforduló színektől kezdve, egészen az álomszép pasztel árnyalatokig, tehát gyönyörű. Na, ide most megint egy kis ginger tettem, bocsánat gyömbér, ne haragudjatok, nagyon ritkán használom a gyömbér szót. És ez itt engem egy kicsit így zavarba lehet, bocsánat, tehát igyekszem gyömbérezni a gyömbért. Ide megint narancssárga, és beleteszek egy kis színtelent, jó? És most az ujjacskám jön. Na. Itt, mintha nekem itt hiányozna egy kis színátmenet, ha már itt ugye áttettük. Jaj, és még a festékekről. Most olyan dolgokat próbálok meg végig gondolni, amit így kérdezni szoktatok tőlem, akár privátba, akár így a csopiba, hogy ugye mik azok, amik számotokra fontosak. A pentárt festékei, tehát kizárólag ezek a festékek, nincs ilyen, tényleg. Én még nem találkoztam ilyennel. Ha egy-két nap után szeretnék ráfesteni valamit, ha nagyobb mennyiségű festéket teszek, akkor visszaoldja az alatta lévő réteget, pont annyira, hogy a rétegelt festés folyamán is tökéletes színárnyalatot tudjak létrehozni. Számomra ez is nagyon fontos. Például egy arcfestésnél, ahol esetleg még később van szükség az árnyékolásra. Tehát ott nekem ez nagyon fontos. Gyömbér színtelen, és most vörösbor. Nem kímélem a vörösbort. Nagyon szeretem, nagyon szép színe van a vörösbornak. Kérdezzetek bátran, próbálok én itt mindenféle témát érinteni, de közben figyelek arra, amit csinálok. Tehát kérdezzetek azért bátran. Igen, az üvegfestés egyébként egy kicsit hosszadalmas dolog, tehát nem biztos, hogy olyan nagyon gyorsan lesz eredmény, mint mondjuk egy dekupás doboz elkészítésénél, hát persze ott is ugye mérettől meg technikától függ, ebbe ugye Judit nagyon sokat tud nektek segíteni, de szerintem megéri. Ugye, ami az üvegfestés mellett szól, hogy nagyon sokszor hallom azt, hogy jaj, én nem tudok festeni, jaj, én ezt nem tudok csinálni, jaj, én azt nem tudok csinálni. Azok, akik nem olyan rég festenek,
Szerintem számukra már bebizonyosodott az, hogy az, hogy a kész munkát az üveglap alá tudjuk helyezni, vagy hát a mintát, ugye, és az alapján tudunk festeni, ez szerintem borzasztóan sokat dob az üvegfestészetnél a latba. Tehát nem igazából kell az elején gondolkodnunk. Természetesen utána el fogjuk kezdeni, de az elején egyáltalán nem kell. Na nézzétek csak, itt egy picit átfolyt. Semmi probléma. Belenyúlok az ecsetemmel, és elhúzogatom. Látjátok? Ugye az a lényeg, hogy a bentről kifele való festést alkalmazzuk, pontosan azért, hogy ide le tud támasztani a kezedet. Tedd oda a kezedet. Jó? Támaszd le a kezedet nyugodtan. Tudjátok, én így azáltal, hogy gyorsan festek, így össze szoktam pacsálni az üveget, vagy azonnal letisztítjátok fülpucolóval, vagy későbbiekben, ugye az oldószerrel és a fülpucolóval, jó? Tehát nyugodtan. Hú, azért figyeljetek, jó lett ez a vörös. Várjatok, hol az eredeti kép? Azért nézzétek. Azért itt a zöld, de azért jó, hogy van egy vörös is. Fú, ez nagyon szép lesz. Ez nagyon szép lesz. Tényleg elnézést kérek, akik a zöldre szavaztak, de szép lesz ez. Szerintem nagyon, nagyon jó kis színei vannak. Lehet, hogy most, hogy így a vörösre szavaztatok, neki fogok ugrani, és megfestem még a maradék két évszakot, jó? Tehát ugyanebből megfestek egy telet, meg akkor megfestem még, majd mindjárt kitalálom, hogy az a másik zöld, az most igazából a nyár, vagy a tavasz. Azt majd mindjárt kiokoskodom. Na. Sutty. Egy kis gyömbér. Tényleg olyan nehéz kimondani. Gyömbér és színtelen. Gyömbér és színtelen. Gyömbér és színtelen. Ami kérdés még felmerült, igen. Mert tényleg gondolkozom közben. A festéknek az a fajta használata, hogy mennyi az elég. Tehát, hogy mennyi festéket tegyetek egy cellába. Hát figyeljetek, hogyha én oldalról nézem a munkámat, akkor egy nagyon picit kipuposodik. Tehát a festék igazából a kontúr szélénél egy nagyon picit kipuposodik. Tehát éppen hogy, de innen úgy látszik, mintha a festék így egy, most így lementem oldalra, így egy nagyon pici puklia lenne. Nem tudom, hogy miért. Amikor így látjátok, csöpög a festék, tehát rácsöpögtetem, hogy gyakorlatilag az ecsettel nem nyúlok bele, mert akkor ugye itt látszik egy vonal, hanem kizárólag a festéknek a felületét tolom. Tehát oda tolom, ahova kell. Nagyon sokan festetek pálcikával, legalábbis akik már festenek. A pálcikánál lehet ezt jól látni. Tehát a pálcikával való festés, az a sima, teljesen egyszerű, ez a hosszú, hosszú saslik pálca. Várjatok, ez az. Tehát ez a teljesen hosszú, egyszerű saslik pálca, tehát vele is lehet, tehát nincs semmi probléma, főleg az ilyen nagyon vékony kis részeket, a keskeny részeknél. Nagyon jól befér. Most ugye ennél a munkánál nem igazából érdemes, mert hát tényleg itt azért területeket festünk. Tehát elég nagy területeket. Tehát itt nem. Viszont tényleg nagyon fontos az, hogy tegyétek oda. Tehát legyen oda téve a festék. Jó, ne sajnáljátok. Nem lesz szép. Tehát akkor lesz az, hogy itt hol itt van egy luk, hol ott van egy luk, amikor fölemeled az ég felé, tehát így az ablak felé, mert hát persze fölemeljük, hát ez természetes, akkor ilyen lyukacsok lesznek. Tehát oda kell tenni, jó? Tessék oda tolni, bőven, bőven. Nem baj, ha kifolyik, semmi gond, letisztítjuk. És higgyetek el, hogyha minden nap egy picit fest mindenki, vagy tehát aki tényleg így ezzel szeretne foglalkozni, csak egy 20-30 percet, akkor egy hónap alatt simán rá lehet arra szokni, hogy mennyi az elég. Tehát tényleg, de minden nap festeni kell hozzá. Hát tudod, amit csinálunk, vagy tudjátok, amit csinálunk, minden nap nincs az Isten, hogy abban a dologban ne fejlődjünk.
Na. Hát szerintem nagyon, nagyon jó választás volt, csajok, ez a vörös. Ez bocsánat a zöldesekről, de szép lesz. Tényleg szép, kis tüzes. Kis tüzes. És olyan jól keverednek a színek. Nézzétek, itt ugye látszik az, hogy itt egy picit átfolyt a szín. Látjátok ezt a kis részt? Ide még mindig vissza lehet nyúlni. Tehát ilyen 15-20 percig vissza lehet nyúlni. Na most itt ugye ez függ a lakás hőmérsékletétől is, függ a páratartalomtól is. Ezért én elmondom, hogy általában én nálam ilyen 22,6-23, de az már nagyon a maximum fok van. Tehát én most ilyen hőfokba festek, és hát sajnos nálunk nagyon magas a páratartalom, egy 64%-os páratartalomba, de azért, tehát ha valakinél ilyen 25-26 fok van, az egy picit vegyen vissza, amikor fest, jó? Na, tehát akkor ide, mivel itt van egy sötétebb folt, ja nem, bocsánat, most ezzel folytatom, ide én egy nagyon kicsi gyömbért teszek, jön a narancssárga. Tényleg kérdezzetek, légy szíves. Egyébként ez a kép azáltal, hogy ugye nincsenek a részletek ilyen nagyon aprólékosan kidolgozva, ez ilyen Tiffany hatású kép. Tehát amikor így a részleteket nem dolgozzuk annyira ki, ugye pontosan a kontúrvonalak próbálják meg a Tiffany képeknek az ólomcsíkjait ugye mutatni. Hogyha valaki lámpákat fest, a lámpák is nagyon szépek, ezek a kockalámpák, azok most nagyon nagy divatok, már elég régóta. Tehát ha ilyeneket festetek, annál ez nagyon szép, amikor így meg van hagyva a kontúr, mert ugye amikor a lámpa fel van kapcsolva, akkor ezek a kontúrok ugye nagyon élesen el tudják különíteni a színeket. Megint az ujjammal másztam bele, bocsánat. Bocsánat, bocsánat. Na, mindjárt kész vagyunk a vöröskével. Itt mondtam, hogy ide is egy kis világosat teszek. Én itt oldalt, mikor egy oldalra nyúlok, én csak itt törölgetem az ecsetet, tehát semmi extrát nem csinálok, csak az ujjamat meg az ecsetet törölgetem. És itt futtassuk össze egy kicsit a pirossal. Itt egy picit a pirossal, és letörlöm az ecsetet, csak azért, mert színtelenbe nyúlok. Ugye ide közébe kerül a színtelen. És látjátok, hogy bőven használom. Tehát nem sajnálom, nem sajnáljuk. Igen, kicsit nehezebben szárad, meg kicsit lassabban, de semmiféleképpen ne sajnáljátok a festéket, mert nem lesz szép. Tehát nem lesz ilyen egyenletes hatása, meg fognak látszódni benne az ecsetnyomok. Na most itt van pár csepp előző festés, nem foglalkozom vele, nem törölgetem ki. Jó? Megy rá a következő. Itt ugye annyi, hogy itt fogjátok meg az üveget, és mindig úgy próbáljátok meg helyezni az üveget, hogy hát gyakorlatilag arra az oldalra, ahonnan dolgoztok. Mert akkor nem kell az egész munkán átvinni a festékes ecsetet, és ugye ezzel is véditek a saját munkátokat. Na, ide még jön nekem egy kis színtelen és narancssárga. Oké. Lehet az ékkék. Ilyen türkiszes, kékes, egy kis sárgás, narancssárgás, rózsaszínes beütése. Jó, most erre mondtam. Tehát igazából ezt a képet néztem, hogy itt ugye az ég ilyen kis pinkes, narancssárgás. De hát ha már akkor azt mondtuk, hogy ilyen őszi kép, tehát akkor valami olyan eget kéne festeni. Na most egyébként saját magamon szoktam vigyorogni így a legjobbakat, mert mindig eltervezem, hogy fog kinézni egy kép. Na egyébként az életemben nem jött még össze, hogy a kép úgy nézzen ki. De szerintem ezt is mondtam már párszor. De még egy egyszerű portrénál sem. Tehát nem. De talán kutyus portrénál összejött az eredetiség megtartása. De hozzáteszem, ez egyébként nem is baj. Tehát mindenkinek azáltal fog kialakulni a stílusa,
hogy ugye beleviszi önmagát a képbe. Nézzétek csak ezt a részt, ezt a nagyon világosat. Ez igazából a színtelen és a vörös bor. Nagyon szeretem. Mert akik fönn szoktak lenni Facebookon az üvegfestőiskola csoportba, tehát ott én kismilliószor el szoktam mondani, hogy a kedvenc színem tényleg ez a vörösbor és a viharkék. Tehát nem tudom miért. Illetve még a barna. Nagyon szeretem a barnát. A viharkék és a barna együtt, hát gyönyörű. Na majd a téli képnél. Majd a téli képnél egy olyat. Most már ez, hogy így itt festegetem, és most más színű lett, most annyira felcsigázott, hogy akkor így egy pár napon belül, legalábbis ezen a héten igyekszem megfesteni a maradék két évszakot is. És akkor meg tudjátok nézni így a festékárnyalatokat is, és a különbségeket is. Ez most így nagyon eltért, tehát ide én beletettem még egy kis gyömbért, tehát vörösbor, színtelen gyömbér. Szia, kincsem, mondjad. Szép lett. Szép lett? Köszönöm szépen, szeretlek. Azt mondta a fiam, hogy szép lett. Egyébként ő az igazi. Tehát így, hogy ő azért megmondja a véleményét, ha nem tetszik neki. Ne aggódjatok. Na. Úgyni. Na most, ja, ó, úgyni, kihagytam ott egy aprócskát. Ide még azért így visszacsúszom egy pillanatra. Színtelen. És még a másik oldalon szerintem egy nagy lombrészt ki van hagyva. Bírjátok még? Nem tudom, mennyi ideje videózunk. Nem látom se az órát, se semmit. Úgyné, na egy nagyon-nagyon picit még. Tehát, hogy valami színát mellett minden lomba legyen. Na. Ja, és még itt a vörösbor. Azt mondta a kisfiam, hogy 6 órája csináljuk. 6 óra van. Ja, hogy 6 óra van. Szerinte. Nagyon szépen köszönöm, drágám. Akkor még van időnk bőven, ugye? Jó. Na. Igen. Na, sízhat. Na, figyeljetek, fordítok rajta egyet. Hoppá, csak lepakolom az üvegeket. Juppi. Na, nézzétek csak. Így most látjátok. Egy picit megpróbálom így megemelni. Látjátok, hogy mennyire világít a napocska, függetlenül attól, hogy ezt a színt használtuk. És ide még akkor én használok így egy kis piros-vörös-bor keveréket, és azonnal csinálom az eget, jó? Úgyné. Kérdezzetek bátran, nyugodtan, ha valamit nem. Én itt most közvetlenül fogom használni a vörös-bort, nem teszek bele színtelent, jó? Mert akkor tudjátok, hogy úgy elhalványul a vörös-bor, mint ahogy itt az elején. Azért festettünk már ilyen színárnyalatot így itt a pentárton. Emlékeztek esetleg, aki a főnixet látta? Hát az is egy hasonló színárnyalat volt. A vöröses narancssárgáival. Na. Na jó, hát egy kis gyömbér. Egy kis gyömbér ide. Így a kis csigavonalhoz úgyni. Na most, mivel most fejeztem be itt ezt a felső területet, ezért a következő az lesz, hogy ott lent fogom folytatni, jó? Tehát ez most itt egy sárga volt ide a tetejébe. Tehát lent fogom folytatni, mert nem szeretném, hogyha itt ez a két szín itt összefutna. Ha úgy festek, hogy itthon vagyok, és úgy nyugiba, tehát amikor tényleg így nem előadás van, hanem olyan kis mandala festős hangulatom van,
akkor általában az egymás melletti cellákat nem festem ki, hanem mindig átugrok egyet. Tehát akkor úgy szoktam festeni. Jó, bocsánat, most ezt így papírostól fogom megfordítani, mert kicsit egyszerűbb nekem. Úgyni. És ami most jön, az ennek az oldalnak a föld része, jó? Na és akkor itt most mutatok pár érdekes keveréket, jó? Hogy szoktam én így kutyúgatni, kevergetni a színeket. Szintén kupak. Kupakban azért érdemes színt keverni, mert pici, kevés színt használunk, tehát nem túl sokat, és utána ugye kidobjuk. Tehát ami benne maradt, azt egyszerűen megszüntetjük. Ha egyszerre több színnel szeretnénk dolgozni, akkor érdemes több színt kikevernünk. Jó? Egyszerre. Akkor szoktam színt keverni, ha halványítani szeretnék, vagy akkor, hogyha ugye szeretnék egy pasztel árnyalatot előhozni. Kupakba, ide oldalra, kitöltöttem színtelen festéket. Jó? Tehát itt van két kupak, színtelen festékkel van tele. Most megnézem, hogy milyen színt szeretnék kikeverni. Tehát én arra gondoltam, hogy keverek egy világosabb olivát, egy olivazöldet, és keverni fogok szerintem egy világosabb rezedet, és talán még egy kis türkiszt is. Az ecsetnek a hátuljával fogok belenyúlni a festékbe, és azzal fogom összekeverni. Jó? Tehát jó alaposan, amennyire tudom, összekeverem, és utána csinálok egy ilyen kis tesztet itt a kis szalvétán, jó? Csinálhatok az üvegen is nyugodtan, tehát oda is oda tudom pötyögtetni, hogy mennyire világos. Ha nagyon világosnak találom, akkor hozzárakok még egy kis sötétet. Jó? Tehát ez, és ugyanezt meg fogom most csinálni a rezedával. A rezeda az egy nagyon szép világos zöld. Látjátok, itt ebben jól látszik, mert itt fehér a kupaknak a zajja. Jó alaposan összekeverem. Jó? És ez így néz ki a rezeda. Tehát látszik szerintem a különbség. Jó? Na most ezt a kettőt most itt le fogom törölni, mert hogy igazából ezt most csak színmintának tettem ide nektek. Na most ilyenkor, amikor ilyen zöld területet, vagy valami nagyobb területet szeretnék, de azért van egy alapszín elképzelésem, akkor úgy szoktam vele dolgozni. Bocsánat, gyorsan ráteszem itt a kupakokat, mert nem, egyszerűen van egy macskám, illetve kettő. És hát elvileg be vannak zárva, de ez már rutinból megy, hogy így óvom a festékeket. Na. Ezen az oldalon kezdünk, bocsánat, mert ugye ez az oldal lett korábban megfestve, jó? Tehát ezen az oldalon dolgozunk. Én itt elkezdem a munkát a rezedával. Tehát amit én kevertem. Itt volt 4 darab sárga pötty, és most meg fogjátok látni, amit mondtam, hogy ugye feloldja a festéket. De nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű színárnyalatot lehetett belőle kihozni. Tehát mennyire álom szép. Csöpögtettem a festéket, nem szoktam belőle, tudjátok, problémázni. Nézzétek, milyen gyönyörű. Mennyire világos. Most tudom, igen, ez egy őszi kép, tehát azonnal fogok rajta sötétíteni. És én most ide simán olivát fogok keverni. Tehát teljesen az olivából nyúlok bele. Tehát nem a kevert olivaszínből, az üvegből. Jó? Látjátok? És ugye megint az jön, amit szoktam, az ujjam. És utána megint még az ecsettel egy kicsit rásegítek, hogy sehol, de sehol ne maradjon ki lukacska, jó? Én itt most azokat törlöm le, amelyek egy kicsit átmentek a fába. Én most azokat töröltem le.
Mindenki a saját elképzelése szerint. Aki a zöldre szavazott, annak most meg lett a zöldje is. Jó? Na, tehát itt a zöld. Ide most befestjük szépen a zöldeket. Na most, ugye normál esetben ezt most kihagynám, és ez jönne, de most nem fogom kihagyni, jó? Tehát most emiatt ne haragudjatok rám, nem fogom kihagyni. Tehát most simán az olivával dolgozom. És ezt a részt, mivel azért őszi történet, szépen olivával be fogom teríteni, és a végére fogok tenni egy kis gyömbért. Jó? De ezt most úgy, érzétek csak, tehát nem színtelent használok, hanem az olivának a világosított keverékét, tehát amit kupakból. Jó? És akkor jöhet a gyömbér. Egy pici gyömbér ide a végére. És ettől már sikerült ilyen kicsit ősziesebb színárnyalatot kialakítani, látjátok? A végén le fogom törölni majd szolventtel az üvegfestékről. Tehát sokkal lassabban is meg lehet ezt a képet festeni, de akkor tényleg itt este ilyen 9-10 óra körül végeznénk. Na. Itt is nyugodtan, ha valaki szeretné, másztom bele az ujjacskájával, pontosan azért, hogy ugye ugyanolyan hatással legyen esetleg, mint a fölötte lévő kis cellának. És itt most én az olivát, vagy bocsánat, a gyömbért használom. Jó, tehát igazából ezzel a játékkal fogok most én így végighaladni, hogy itt kevergetni fogom itt a gyömbért, meg az olivát, meg a rezedát. De látjátok, hogy milyen szép színe van, akkor is, hogyha most így összekeverem ezt a két színt. Ilyenkor nyugodtan húzzátok egymásba a színeket. Jó? Nagyon fontos, a tetején keverünk, tehát a tetején nem megyünk, látjátok, ilyet nem csinálunk, hogy úgy látszódjon alul az üveg, jó? Ezt nem. Jó? Tehát a tetején. Nem nagyon szoktátok látni nálam se, hogy ugye az üveg alja ott van. Vagy hogy az ecset leér az üvegig. Nem ér le az ecset az üvegig. Kisfiam olyan jól játszik itt mellettem. Nem tudom, hogy mennyire hallatszódik bele a videóba, elnézést kérek érte. De most így olyan jó, hogy kettesbe vagyunk. Mert a nagylányom a barátjánál van, és most én azt mondta, hogy ő most itt szeretné ezt végignézni. Na, és akkor ide beteszek egy kis világosat. Na. Tehát ide jön a rezeda. Igen, tudom, elcsöpögtettem. Nem baj. Nem baj. Tényleg nem. Mindjárt megyek rá jelenleg ugyanezzel a zöldes következő színnel. Nem baj. Ha szeretnétek, akkor esetleg érdemes ide még belerakni egy kicsit, hogy ugye ne legyen egyszínű. És akkor valószínűleg, hogy én itt az aljánál egy kicsit el fogom már vinni ilyen barnás árnyalatba. Tudom, megint az ujjam. Puty. Tényleg csak, hogy egyforma legyen. Jó, tehát itt most amit fogok csinálni, hogy alkalmazni fogom az olivát. Ez telibe az oliva, tehát teljes egészében az olivának a színe. Ide most jön egy kis világosított oliva. Itt egy picit átcsúszott, tehát ott egy kicsit megigazítottam. És erre én most rá fogok tenni egy barnát. Hát bele fogok húzni egy barnát, jó? Tehát itt a barna, és itt a fa mellől elindulok egy barnával. Itt a fánál, ugye ez itt egy ilyen fóliás fa, most itt próbálom emelni, de nem tudom, hogy mennyire látszik.
Tehát nekem itt a képen nagyon jól elkülön, vagy hát itt, itt élőben a festmény nagyon jól elkülönül a rendes barna és a fóliás barna. Jó, és ugye összedolgozom a színeket. Kincsem egy nagyon picit halkabban, ha megkérhetlek. Köszönöm szépen. Lehet, hogy lesz majd egy pár év múlva már olyan bejelentkezés, ahol a fiam fog festeni veletek. Remélem, hogy még akkor is itt leszünk, és mindenki így együtt. Sőt, hogy a fiatalok is csatlakoznak majd hozzánk. Itt most ujje látszik benne az ujjamnak mindenféle nyoma, tehát ide még rá fogok így egy kicsit dolgozni, jó? Erre a színkeverékre. Kicsit sötétnek érzem, tehát most bele fogok tenni ide egy kis rezedát. Tehát ez az a játék, ami igazából az idejét elveszi a festésnek, amikor már a színkeveréseknél vagyunk. De ez az egyik legjobb dolog, mert hogy ebből fog igazából kialakulni a képnek a szépsége és a harmóniája. Tehát ezekből a szín kutyulmányokból. Hopp. Itt még fölvettem egy kicsit sötétnek éreztem ezt a részt, és úgy gondoltam, hogy így elég. Úgy, né. Na. És erre a részre, ide legalúra, ide csak barnát teszek most. Bocsánat. Hát, ez nem jött be. Akkor olivát és barnát teszek. Azt hittem, ez a barna. Hát van ilyen. Én ezt simán csak barnát akartam, de semmi baj, akkor most beteszünk egy olivát. Jó? Na. Úgy, né. Kicsit átfuttattam a barnával, nem tudom, hogy mennyire látjátok. Jó. Itt megigazítom. Itt egy nagyon picit átcsúszott a festék, semmi gond, visszahúzom egyszerűen a másik oldalra. Tehát semmi, abszolút semmi probléma nincs vele. Tehát ezért szeretem nagyon a pentártot. Annyira, de annyira könnyen és lendületesen lehet vele dolgozni, és ha bármi hiba van, akkor tényleg nagyon-nagyon egyszerűen javítható. Jó? Ki fogom hagyni most a fának a törzsét. Át fogok jönni erre az oldalra, jó? És akkor megfestem ezt az oldalt. Most rendesen ugye úgy kéne, hogy szépen elrakom, esetleg megszárad, vagy megfestem addig az eget, utána a törzset, de hát itt igazából mindenhol át fog csúszni. Tehát egyszer nem tudom úgy megoldani, hogy két rész ne legyen egymás mellett. Ezért inkább most befejezem a zöld részeket, jó? Megpróbálok egy hasonló színharmóniát itt elkészíteni, mint a másik oldalon volt. Viszont azt nézem, hogyha itt felhozom idáig, akkor itt is meg kell még adnom neki ugyanezt a színt. Tehát ez a rezeda, amit ugye egy kicsit levilágosítottunk. Jó. Tehát ez a rezedánk. És jön bele az oliva, de a világosított oliva, és utána beleteszek egy kis rendes olivát. Ahogyné. Itt van benne egy nagyon pici piros pötty, ami már fel is oldódott. Egyetlen egy pötty nem fogja megváltoztatni még a fehérnek a színét sem. Jó? Na. Az ujjammal, mert ugye a másik oldalon is ezt használtam. És mindjárt haladunk tovább. A külső részt az ugyanúgy fekete lesz mindegyik képnél. Tehát ez a keret rész, ezt meghagyom a feketét, mert ugye ezáltal akkor azt is mutatjuk, tehát azt is kifejezi a négy kép, hogy ők összetartoznak. Ennek ellenére, ha valaki szeretné, ugye külön-külön is meg tudja vásárolni. Ide tesszük az olivát.
És ugye az olívát össze fogjuk keverni ismételten a gyömbérrel. Na most nem kötelező a két oldalt ugyanúgy megfesteni. Tehát lehet ezt máshogy is. Ide, én ide ugye beleteszek egy kis világos olívát, tehát tényleg ne felejtsetek el, akkor lehet szépen árnyékolni, vagy szép színárnyalatokat kihozni, hogyha mindig használjátok ezeket a köztes keveréseket. Tehát, hogy tessék oda rakni a színtelent, vagy a világosított színt. Ne sajnáljátok ezekre a színekre az időt így kikeverni. Ha kupakba kevertek, akkor a színben nem nagyon lesznek benne az ecsetnyomok, meg semmilyen. Tehát azért érdemes néha a kupakban keverni, illetve kipróbálni a kupakos keveréket. Jó, tehát próbáljátok ki azt is, hogy milyen az, amikor kupakba kevertek, és milyen az, amikor itt a paletten, tehát már az üveglapon. És itt szoktam mondani az üvegfestő kis kollégáimnak, hogy soha ne higgyétek el azt, amit mondok, jó? Tessék kipróbálni. Mindig, minden esetben próbáljátok ki, amit mondok, hogy nektek hogy válik be, nektek kényelmesse. Vannak alapdolgok, igen, amik nem változnak, de a keveréseknél is próbáljátok ki. Ezt szoktam mondani. Nekem van egy ilyenem. Ez simán ki van kontúrozva, és le van festve a pentártnak az összes színe rá. Az alapszínek, bocsánat, a csillámosok nincsenek. Tessék megcsinálni ezt a kis mintát. Ez két dolog miatt nagyon-nagyon hasznos. Az egyik dolog az, hogy te is tudod azt, hogy mi az a szín, amivel dolgozol, amivel dolgozni szeretnél, illetve ha megrendelésed van, akkor ugye meg tudod mutatni ezt a kis ügyfélnek, a kis megrendelőnek, hogy mégis körülbelül mi az a szín kombináció, amivel szeretnéd, hogyha dolgozzon. És ha nem tudja elképzelni, tehát amikor azt mondja valaki, hogy hát jó, vörösbor, értem én, na de hát most ebből hogy lesz pasztelszín? Akkor fogod és kikevered rajta a vörösbornak a paszteljait, ami annyit jelent, hogy néz ki a vörösbor, amikor fehérrel összekeverem. Tehát ez a vörösbor, ez amikor színtelennel van keverve, és az összes többi, amikor fehérrel van keverve. És amikor van egy ilyen lapod, akkor eleve ugye látja a megrendelő, hogy te komolyan veszed a munkádat, te igenis foglalkozol ezzel. Mert hát ugye persze tudjuk, hogy ez hobbi. Na de hát azért a hobbinkból nem olyan rosszán megélni, ugye? Tehát az egy nagyon jó dolog, ha szeretnénk megélni. Itt a gyömbérbe csöpögtettem bele az olívazöldnek az általam készített keverékét, jó? És a kezemmel így összemaszatolom. Hát ennyi történt így, amíg beszéltem. Itt egy picit átcsúszott, vissza lehet húzni, jó? Inkább csúszkáljon át a festék, azzal lehet mit kezdeni, mintha utána javítgatnunk kell a festéket, mert nem lett jó, és nem lett szép. Jó? Na, szóval ilyen palettát érdemes készíteni. Ami még egy okos dolog, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy nem égetjük ki az alkoholbázisú üvegfestéket, ennek ellenére van olyan, amikor kiégetem, tudjátok, erről volt már szó. És amikor kiégetem az alkoholbázisú üvegfestéket, az általában az, amit nagyon gyorsan kell egy megrendelést leadnom. És ilyenkor, hogyha egy ugyanilyen lapot készítetek, és azt beteszitek a sütőbe. Tehát nem úgy, hogy egy ugyanazon lap egyik oldalára, másik oldalára, az ugye azért nem jó, mert ha betesszük a sütőbe a lapot, akkor ugye most hiába egyik oldal, másik oldal, tehát átmelegszik a teljes lap, még akkor sem nyitva van a sütő. Tehát erre figyeljetek, ilyen hibát ne kövessetek el, és ne nézzetek hülyének, hogy ezeket elmondom. Tényleg azért mondom el, hogy nektek könnyítsek meg minden dolgot. Tehát berakjátok a sütőbe, és ugyanúgy kiégetitek. Jó? Tehát én, amikor gyorsan kell leszállítanom egy megrendelést, és befér a sütőbe, akkor egy napot szoktam hagyni száradni, ha lehet, és nyitott sütőajtónál, úgyhogy közben folyamatosan figyelem a festést.
úgy szoktam kicsit. Hát nem is kisütöm, mert igazából ez nem kisütésnek számít, csak hogy gyorsabban melegítse föl, tehát hogy gyorsabban párologjon a festékből az anyag. De gyorsan megszáradjon. Hajszárítóval nem szárítunk üvegfestéket. Ha radiátorra rakjátok, akkor vigyázzatok. Én egyszer két teljesen kész portrémat törtem el. Természetesen szállítás előtt. Tehát az egy kicsit macerás volt. Na, akkor ide még teszek egy kis olivát és barnát, és utána kész is van, és mehetünk át az égre, jó? Szerintem a törzs részét, mivel ott barna lesz, most meglátjuk, hogy még mennyire bírjátok. Ha bírjátok, én nagyon szívesen befejezem. Hát, hogyha azt mondjátok, hogy így csináljuk, és tényleg kész legyen, én nagyon szívesen. De ez most egy ilyen kicsit hosszabb videó lett, mint a többi szokott lenni. Na! Az ujjacskámat beleteszem. Ú, ez nagyon szép lesz. Köszédes. Köszédes. Szívecském, szerintem most kint egyél, jó drágasságú. Kint egyél, kérlek. Jó? Köszönöm szépen. Hát, bocsánat, csajok, de ez így tényleg teljesen élő családi videó. Na. És ide jön még, nem barna. A másik oldalon barna van, ide most jön egy kis oliva. Úgy. Nem nagyon használtam végül a rezedát, mert hogy ugye őszi kép, és azért annyira ne világosítsuk ki a dolgokat. Na most ugye a kupakokat kidobom. A papírt kidobom, fordítok nektek egyet, hogy meg tudjátok nézni, illetve hogy el tudjam kezdeni az eget. Na ide nézzetek. Wow, itt tartunk. Szerintem, Dögi, szerintem nagyon jól néz ki. Várjátok, mellé teszem a zöldet. Hoppá! Na, itt a zöld, és ott van a piros. Na most ez a kék, ez nekem a mániám. Tehát azt most akkor megmutatom, jó? Hogy azt hogy kutyulom. Mert azt nagyon-nagyon szeretem. Az nekem nagy szerelem ez a kék. Tehát ugyanez a történet, hogy fogom a kupakot, és beleteszem a színtelent. Majd ebbe a színtelenbe belekeverek, azonnal előszedem hajnalkát. A hajnalka, ez ugye a legvilágosabb kék. Ebbe így belekeverek hajnalkát. Na hát természetesen ezzel még nincs vége, sőt ide még egy kis hajnalkát belekeverek. Természetesen ezzel még itt nincs vége, mert most fogok ebbe a történetbe belekutyulni egy kis zöldet. Tehát a zöld-zöldet. Fogom. És így belekutyulok. Ezért mondtam, hogy nincs olyan szín, amit nem tudunk kikeverni. Jó alaposan összekeverem, és ebből lesz ez a türkiszes szín. Látjátok? Na most én ezért a színért meg vagyok halva. Nagyon-nagyon fontos, két színt nem tudunk kikeverni egyformán. Tehát... Bocsánat, ugyanolyan színt nem tudunk egyformán kétszer kikeverni. Na, csak le tudtam magam fordítani. Tehát, ha valaki nagyon szeret egy színt, az inkább fogja meg, és keverje ki egy komplett színtelembe, jó? Tehát egy nagyon picit leönt a színtelenről, és utána fogja, és egy komplett színtelen üvegbe kikeveri, jó? Sokkal, de sokkal jobban megéri, mint hogy utána egyszerűen lehetetlen legyen előállítani ugyanazt a színt. Tehát azért ezeket a színeket laboratóriumi körülmények között állítják elő, tehát erre azért figyeljünk, jó? Tehát egy teljes üveggel ki lehet keverni, nekem is vannak itt ilyen kevert színeim, ami tényleg egy-egy üveggel ki van keverve, és akkor amíg azt elhasználom, addig az fut. Na, tehát amivel én most itt kezdeni fogok, az egy viharkék. Sőt,
Sőt, ebből is fogok keverni még egyet, mert hogy legyen meg nekem a viharkéknek is egy világosabb verziója. Hát ugye ez az én nagy kedvencem, a viharkék. A viharkék a nagy kedvencem. Na, itt belement egy pici szőz, ezt simán ugye letöröljük. Na, és én itt most kezdem tényleg a viharkékemmel, amit nagyon szeretek. Viszont mennek bele a színtelenek, tehát megint színtelen. Jó? És jó alaposan összekeverem. Az üveg tetején keverek, nem az alján, jó? Tehát, illetve a festék tetején, bocsánat, a festék tetején keverek, jó? Nem az alján keverem, a tetején keverem a színt. Egy pici csöpp türkészt belecsöpögtettem, nem tudom, hogy jól látjátok-e. Szerintem, hogyha rendesen számítógépen nézitek, akkor azért ezt így lehet látni. Tehát egy pici türkész csöppöt oda én belecsöpögtettem. És folytatom. Hát ő itt megint viharkék lesz. És ez a rész szintén viharkék. Majd jön a kis türkiszes keverékem. Imádom ezt a színt. Tehát tényleg nagyon... Tehát ennek a türkisz kéknek én minden árnyalatát. Minden színt ki tudtok keverni. Tényleg rengeteg lehetőségetek van ezekkel a festékekkel színt keverni. Nagyon fontos, hogy mindig színtelenbe kezdjük, vagy fehérbe kezdjük a keverést. Tehát mindig a világostól haladunk a sötétig. Tehát sokkal egyszerűbb a festékhez mindig picit hozzátenni, mint utána nekiállni, és folyamatosan elvenni belőle, jó? Mindjárt bele fogok egyébként még egy kis hajnalkát is keverni. Ennek szerintem nagyon jó színe van. Nem tudom, nagyon remélem, hogy ugyanígy jön le. Majd meg fogom nézni a videót, és nagyon tényleg imádkozom, hogy ez ugyanígy jön le ez a szín, mert valami félelmetesen szép. Ilyen Klimt szín. Az Atterzén a víz. Az ilyen színű. A Monzénél. Hát gyönyörű. Ilyen vízszín van. Tetszik, öcsi? Itt a kisfia. Szép? Baba. Vigyázz, ne boríts föl semmit. Na és akkor most keverek, ne haragudjatok. Kell kevernem még egy hajnalkából egy világosabbat. Hát ez egyébként így szokott zajlani, hogy így ezt is egy kicsit, azt is egy kicsit, jaj, most ez az ötletem van, jaj, most az az ötletem van. És én így kevergetek mindent. Na, most ebből lett egy hajnalka, egy világosabb hajnalka. Cserélek egy kis papírt. Éppé. Azért ez jó nagy munka, nem? És jó nagyot dolgozunk. Na nézzétek meg a különbséget. Lehet látni, hogy a hajnalka egy ilyen élénkebb, kék, és azáltal, hogy belekerült a zöldnek a cseppje, ugye sokkal türkizesebb lett az egész. Nem tudom, látjátok? Jól lehet látni? Hogy itt sokkal zöldesebb. Na, és jönni fog mindjárt a kis viharkékem. Ez olyan szépen megoltotta így a festék önmagától ezt a színárnyalatot, hogy tényleg semmi dolgom nem volt vele, de semmi. Na és ide, nézzétek csak, wow! Ne szedd le kincsem innen. Na, oda kellett az a kis viharkék. Ezeket, amiket a kupakba kevertem, ezeket utána ki fogom dobni. Tehát ezeket nem fogom megtartani.
Nem öntögetek vissza festéket. Gyakorlatilag szinte soha. Úgyni. Na, mit szóltok az éghez? Szerintem egész jó kis segünk lett. Tegyünk bele valami színt? Várjatok? Hát, és már itt tényleg próbáljuk ki. Kivettem egy kis kéket, belecsöpögtettem egy kis narancssárgát, és összefuttatom egy kis színtelennel. Na, mit szóltok hozzá? Hogy egy kicsit narancssárga. És most én próbálok nektek ilyen mindenféle trükköket, meg technikákat mutatni. Tehát ha mondjuk azonnal, de rögtön nem is tetszik, ezt egy más képnél tudjátok alkalmazni. Jó? De én se tudok minden képet megmutatni, amit festek. Már hogy a folyamatát. Tehát ilyenkor így egy képbe megpróbálom besűrítgetni az ötleteimet. Na most akkor innen is kihúzok egy kicsit. Ide is ráteszek egy kicsi színtelent, és akkor egy nagyon pici narancsot, jó? Úgyné. Ide is belecsúsztattam. Még látjátok, hogy ez milyen jó lehet még utólag is így használni? Pedig ezt most már jó pár perce festettem ezt a részt. Na, szerintem így egy kicsit barátságosabb. És ezt egyébként úgy állapítom meg, hogy én mindig megpróbálok fölnézni a kamerára, és így becsekolni innen alulról, hogy néz ki a kép. De úgy szoktam egyébként ellenőrizni, és hogy mindig lefotózom. Na, akkor itt folytatom. Valószínűleg, hogy a viharkékből kell még kevernem, mert itt már nekem nagyon kevés van. De hát, ha meglátjátok, tehát ugyanilyen színű nem lesz. Hát nem, szerintem elboldogulok most már. Igazából ez a pici rész van még itt, és utána kész vagyok. Akkor viszont ide jöjjön ez a kis narancssárga megint. És akkor így ilyen jó kis egységes lesz. Mindjárt kész vagyunk. Jó, meg fogom festeni az ágat is gyorsan, meg a feketét is, tehát ezen a pár pillanaton már nem múljon. Szerintem mégiscsak jobb, hogyha egybe láttok egy képet. Ne rajtam múljon. Én ráérek, ha ti is. Jaj, olyan jó lenne egyébként néha így Magyarországon lenni és találkozni veletek. Annyira örülök egyébként ezeknek a pentártos bemutatóknak, mert utána annyira föltöltődöm, tehát főleg, hogy így írtok, meg hogy tényleg annyira kedvesek vagytok, és ezt nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ilyen nagyon-nagyon kedvesek vagytok velem. Tehát nekem ez annyira jól esik. Most itt nálunk Németországban, a Fekete Erdő alatt lakom, Fekete Erdő közelébe, de sajnos minden zárva van, tehát ilyen élelmiszerboltok, meg tehát a létfontosságú dolgok vannak nyitva, és hát olyan jól esik néha így egy kicsit elfelejteni ezeket a dolgokat, és csak így most este megválaszolni a kis kérdéseiteket. Tehát légy szíves, kérdezzetek, mert én ezt nagyon-nagyon szerettem, és nagyon hálás vagyok érte. Na, látjátok? Kész vagyunk mindjárt. Mindjárt kész. Hogyha nemrég kezdted az üvegfestést, tehát aki nemrég kezdte az üvegfestést, az mindenféleképpen várjon egy picit, tehát ne ugorjon neki az egész képnek egyszerre, nem éri meg. Tehát ha látja, hogy a kontúrnál átfolyik a festék, akkor inkább nyugodtan tegye félre, és várja meg a következő napot, és akkor tutira nem lesz semmi probléma, jó? Ó, de jó lett! Na, mit szóltok? Tehát van benne tényleg zöld is, meg úgy tényleg rendben van.
Na, ami a következő menet, hogy visszatérek a fának a... Fának a... Hoppa! Na, várjatok, itt kimaradt egy kis zöld. Visszatérek a fának a törzséhez. De itt kimaradt egy pici rezeda. Tehát én most ide be fogok festeni egy nagyon kicsi rezedát. És itt nagyon jól össze kell kevernem. És inkább a szintelent kell alkalmaznom. Mert a napocska alatt kimaradt egy pici, viszont ugye itt, hogy látjátok, hogy itt az égrészt felfestettem, tehát az ugye fent van, ő meg itt lent, ez már nem az éghez fog tartozni. Na, akkor jöhet a barnánk. Jó? Tehát itt a gyömbért és a barnát fogom alkalmazni, jó? Tehát azzal fogom kikeverni ezt a végső kis törzsikét. Félreraktuk a kékeket. Szintelen szintén megy a történetbe, de itt, ha így festitek, ahogy én, és nem száraz, akkor tessék ide betámasztani a kis súlyatokat, jó? Mert különben minden, tehát nem lehet úgy festeni, hogy az ecset lebeg, jó? Tehát a kis súlyatokat tessék letámasztani. Jó? Nagyon fontos. Legyen oda támasztva. Hogyha nem tudtok semmit támasztani, akkor a kis súly. Jó? Tehát itt ugye a kép közepe teljesen üres, hiszen ott ugye a másik oldalát festettük, jó? Tehát kisúj, támaszt. De mondom, ezzel nyugodtan várjátok meg a másnapot. És akkor azért egy kicsit könnyebb. Vagy hát először a közepét festitek meg, ugye, és utána a két oldalát. Hát ez most, ugye nekünk azért volt itt egy kicsit macera, hogy itt nehogy összefolyjanak a festékek. Meg hát tudjátok, vízöntől évén imádok összebonyolizálni mindent, mert hát azért az a biztos. Úgyni. És ide most bele fogok tenni egy kis gyömbért. Nekem ez úgy valamiért szükségem van gyömbérre a fához. Nézzétek, olyan szép. Kicsit kivilágosítja. Nem nagyon, de úgy megadja neki ezt az erezetes stílust. Főleg, hogyha hagyjátok, hogy a festék itt önállóan viselkedjen. Ide nem teszek szintelent, mert ugye nem az a cél most, hogy szépen összemossam a festéket, hanem az a cél, hogy a festék ilyen erezetesen elfolyjon a másik festékbe. Tehát a barna az itt szépen elfolyik most a gyömbérbe. Látjátok? Vagy nagyon jó pofa kis erezetet lehet így kialakítani. És ugyanezt fogom csinálni itt is. És ide behúztam a barnát. És akkor ide most ráhúzom a gyömbért. Juppi! Úgyni! Úgyni! Majd meg fogjátok látni, illetve ezt meg lehet szokni, hogy viselkedik a festék. Tehát tudni fogjátok azt az ecsetvonásokból, hogy mit csináljatok ahhoz, hogy azt hozzátok ki a festékből, amit valóban látni szeretnétek. Ez egy nagyon érdekes dolog, és meg lehet tanulni, tehát nem is megtanulni, mert ezt ugye egyszerűen csak nézni kell a festéket, és úgy rá kell jönni. És meg lehet szokni. De szerintem nagyon imádom, ahogy így egymásba futnak a színek. Nem tudom, majd készítek közeli fotókat erről később, és akkor meg fogjátok látni. Na, ugye itt egy picit átfolyt a barna, de hát semmi gond, kiszedjük. Ide jön a barna, és hát igazából mindjárt készen vagyunk. Most a legvége az lesz, hogy körbeveszem még feketével. És hát gyakorlatilag megfestettük. Szeretnék megkérni mindenkit, aki megfesti, vagy megfestette, hogy legyen kedves feltenni.
a képet. Jó. Légy szíves, hagy lássam. Úgy né. Na. Hát ezzel kész vagyunk. Azonnal fordítom. Na, figyeljetek, amondó vagyok, hogy azt nézzétek el nekem, hogy a fekete keretet nem fogom most ráfesteni. Tehát itt azért nagyon összefolyhat a kékkel, és ugye annak azért egy sokkal nehezebb javítása van. Tehát azt azért ennyire egyszerűen nem fogom tudni én se kijavítani, mint hogy most itt húzok bele egy-két-három színt. Jó? Én meg fogom holnap festeni, és utólag fölrakom a képet. Tehát nem tudom, hogy akkor ki mit választott. Én most akkor így egymás mellé rakom a két képet. Hű, hát ebből most így nem sokat fogtok látni. Nem tudom egymás mellé rakni, mert nem fogjuk látni. Egy olyat tudok csinálni, hogy ez volt a zöld, és ő lett a narancssárga. Nagyon sokat fog dobni rajta még a fekete keret. De nem akarom azt se, hogy így ti is az egész estét velem töltsétek. Tehát ezzel a történettel most teljesen kész vagyunk, jó? Mondom, megfestem a feketét, és akkor küldeni fogom, illetve én itt még kifogom ezt a belső részt javítani, jó? Tehát ide még be fog kerülni egy kis szín. Na most egy picit megpróbálom úgy forgatni, hogy lássátok a csillogását. Nem tudom mennyire, szerintem nagyon szépen látszik. Látjátok? Mert innen nagyon jól látszik, hogy készítek róla holnap egy videót. Most egy picit visszahúzlak benneteket, tehát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy velem voltatok, és hát ne haragudjatok, hogy ez azért majdnem egy két órás történetre sikerült, de hát az a helyzet, hogy az üvegfestéknél azért vannak olyan dolgok, amiket be kell tartani. Amit én följegyzeteltem nektek, és most még nagyon szeretnék elmondani, csak azért, hogy vissza tudjátok majd nézni a legvégén. Tehát ahogy a kép készül, jó? Tehát a fázisok. Van egy kontúrozásunk, utána lefordítjuk a képet, és ugye kupakokra helyezzük, ez nagyon-nagyon fontos. Megfestjük a képnek a hátulját, és várunk vele egy napos száradási időt, ott hagyjuk a kupakokon, főleg, hogyha nincsen macskánk, aki beletapicskol mindenbe. Fólia ragasztóval, vagy öntapadós hobbi ragasztóval lekenjük száradás után azokat a felületeket, amiket megfestettünk. Ráhelyezzük a fólia ragasztó száradása után a füstfóliát, jó? Ezüst, bronz, arany színben, vagy akár használhatjuk ezt a, ha ilyen van otthon, akkor ezt a kis keveréket is, jó? Utána megfestjük teljes, vagy megfordítjuk a képet, és teljesen egyszerűen kifestjük, jó? Tehát ez volt így a fázisok. Hogyha többet szeretnél tudni az üvegfestésről, akkor nagyon sok szeretettel várlak az üvegfestőiskola Facebook csoportban. Tehát nagyon sok kollégámmal együtt dolgozunk azon, hogy minél többet megtudjál erről a dologról, és minél jobb festő legyen belőle, vagy minél szebb képeket tudják készíteni. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Mindjárt igyekszem megválaszolni a kérdéseket, hogyha bármit tényleg felmerül, akkor ezt még tegyétek föl, és akkor szeretettel várlak benneteket a legközelebbi pentártadáson, tehát a legközelebbi festésnél. Én meg megpróbálom a héten pótolni még a másik kettő fát, és akkor így meg lesznek az évszakok, jó? Hát köszönöm még egyszer. Sziasztok! További szép estét!